Gyújtógyertyákat tekernek ki majd vissza ebbe a feladatban a Bicsérdi iskola csapatának tagjai. A 13 éves fiúk az Autománia elnevezésű szakmaismereti versenyen indultak. Tovább tanulás előtt állnak, így el kell dönteniük, milyen területet, szakmát választanak. Gondolkoztam igen ezen a szakmán is, és azért érdekel, mivel hogy az autókat úgy szerettem, otthon is szeretek szerelni, meg ilyenek, és eléggé érdekel, szóval elmennék ezen az útvonalon is. Éppen a pályaválasztásban akar segíteni a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Ezért szervezik ezeket a versenyeket különböző szakmacsoportokban. A Covid miatt azonban szüneteltetniük kellett az Automániát is. 2019-ben rendezték meg utoljára, ezért is volt nagy az érdeklődés idén, mondta a szervező. 44 csapat jött, 132 gyerek versenyzett az első fordulóba, ahol egy szakmaismereti kérdőívet kellett kitölteni. Nagyon felkészültek voltak a csapatok, szinte mindenki tovább jutott a második fordulóba. A második fordulóban viszont iskolai, otthoni körülmények között, ahogy adódott, egy markolót kellett megépíteni a csapattagoknak, és a markolókat pontozva alakult ki az a 10 csapat, akik itt vannak most. Ezek azok a markolók, amik alapján bekerülhettek a csapatok a döntőbe. A kamarai alelnök azt mondja, jó döntés a szakmatanulás. Minőségi munkaerőhiány van ma szinte minden területen. Aki hosszabb távon gondolkodik, a biztos szakmai tudás annak előbb-utóbb érvényesülnie kell, mint ahogy érvényesül is. Hát csak azt ki kell várni, és addig ezenek a gyerekeknek, meg azoknak a munkaerőknek, akik átképzünk, felnőtt képzés, azok lássák, hogy igenis érdemes tanulni. Az Autománia elnevezésű szakmaismereti versenyen 7 cég képviseltette magát, valamint egy autószakmákat oktató iskola. Így a gépészettől az elektromos területen át a fényezésig több szakmaterületet ismerhettek meg a gyerekek.